Még két emelettel feljebb is megolvadt a redőny, és az egész lépcsőház csupa korom lett. Egy garzon gyulladt ki a főváros 16. kerületében az éjjel. A tűzoltóknak a ház összes lakóját ki kellett menekíteni, mert valósággal ömlött a füst mindenhova. A mentők végül 8 embert, köztük 2 gyereket láttak el füstmérgezés miatt. A kiégett lakásban minden megsemmisült. Tűzoltó rohan a földszinti lakáshoz. A társasházban hajnali 1 körül gyulladt ki az egyik garzon. A lakásban 1 ember lakott, nem csak neki, az összes lakónak menekülni kellett. A felvételeken látszik, hogy ömlött a lakásból a füst. A lépcsőház és az emeleti lakások is gyorsan telítődtek a füsttel. Az épületből a tűzoltók hozták ki a lakókat. Kiérkező tűzoltó kollégáimat sűrű fekete füst fogadta, mind a lépcsőházban, mind pedig a folyosókat bejárta már a sűrű füst. Ebben a környezetben kellett elkezdeni a lakók kimenekítését az épületből. Végül 20 embert hoztak ki az épületből, a mentőknek is sok dolguk akadt, 8 embert kellett ellátniuk füstmérgezés miatt. A legsúlyosabb mérgezést 2 kislány szenvedte el, őket már a helyszínen ellátásban részesítettük, rajtuk kívül még 6 felnőttet láttunk el, ők enyhébb füstmérgezést, apróbb sérüléseket szenvedtek, mindenkit kórházba szállítottunk. A lakás teljesen kiégett, így oda nem, de a többibe még éjszaka visszamehettek a lakók. Gyakorlatilag meg kell nyugodni, teljesen kézen vannak az események, látom helyen közel föl vannak költözve. Szerintem egy kb. 10 perc múlva elméletileg vissza lehet tenni már a lakásunkba. Tessék nyitni az ablakot halna felé, hátra. Így néz ki a lakás világosban. Látszik, mekkora volt a tűz. 2 emelettel feljebb is megolvadt a redőny. A kiégett lakásban az összes berendezési tárgy tönkrement. Délelőtt a lakók még az épületet szellőztették. Menekülni kell. Kellett a lakásból is, csak úgy, ugye, hogy jöttek a tűzoltók, aztán maszkokkal, meg mit tudom, ilyen hordták lefelé az embereket. Valószínűleg egy festésre is szükség lesz a társasházban. A füst és a korom az egész lépcsőházat tönkretette. Egyelőre nem tudni, hogy mitől égett ki a lakás. A lakók azt mondják, úgy tudják, hogy egy cigaretta miatt csaptak fel a lángok.